szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon tájékoztatok abból az alkalomból hívtuk össze, hogy kezdődik az adventi időszak, és az idei évvel egy teljesen új filozófiájú adventet szeretnénk útjára indítani, illetve szeretnénk nyilván természetesen a helyszíneket, illetve a programokat ismertetni, röviden bemutatni. Itt az asztalnál ülőket szerintem mindenki ismeri, külön nem szeretném bemutatni Balázs, illetve kiemelni, mint a Oszkó Szexárd igazgatóját, a felületlenül vagyok majd a sajtodány viszontról ki fog derülni. A 2015-ös év adventje egy helyszínen került lebonyolításra, ugye ez a kettősség, amely az elmúlt években volt, ezt mindenképpen szerettük volna megszüntetni, és fönt a Béla téren, Béla Király téren lesz egyrészt maga karácsonyi vagy adventi vásár, másik oldalról pedig összeszervezzük a programokat is. 4-től indulna maga az adventi vásár, 23-áig tart. A hivatalos megnyitója magának a program sorozatnak és a második gyertya megnyitása és a fények felkapcsolása az pedig december 6-án délután 17 órakor fog majd megtörténni. Amit egyébként össze is kapcsolunk egy városi Mikulás ünnepséggel, ahol egyrészt egy Mikulás futást szervezünk közösen a Sportközpontban Profit Kft-vel, amelyik a befutója, ahol lesz a Béla Király téren, illetve itt a belvárosban jelöltük ki a pályát, illetve oldák közül van, aki ezt fog majd adni, tehát ezzel is szeretnénk, konkrétan a Kölcsei utcai oda szeretnénk egy kicsit a kínálatot szélesíteni. Ebben a mindegy 3 hétben igyekeztük a programokat úgy összeállítani, hogy egyrészt minden napra kisson, a másik, hogy szélesítsük ki a kínálatot, hogyha lehet, akkor a családok minél többet látogassanak ki, és érezzék jól magukat. Ennek érdekében egy új különlegességgel is készülünk, ez pedig egy úgynevezett hófánk pálya, amely szintén 6-ától fog majd üzemelni. Ez a Garai Béla Király tértől indul, és a Garai tér irányában fog majd megépülni. 60 méter hosszú és 2 méter széles lesz. És a megnyitás napján, 6-án mindenki számára ingyenesen biztosítjuk ennek a használatát és igénybevételét. Maga a hófák pálya az egészen december 30-áig fog üzemelni. Az óvodások és az alsó tagozatosok számára ebben az időszakban, amennyiben szervezett formában jönnek el napközben ugye hófák pályára, mondjuk osztályonként, csoportonként, akkor egy-egy óra időtartamban térítésmentesen biztosítjuk magának a hófán csúszának a használatát. Egyébként pedig a ettől eltérő időpontokban 3 csúszás 500 forintba fog kerülni, úgyhogy gondolom, hogy tehát ez mindenféleképpen egy olyan újdonság, ami reméljük, hogy újabb embereket, újabb családokat fog majd oda vonzani az élre, és ugyanezt a cél szolgálja sem a gyerekek szórakozását. Az országlászló előtti placon egy szalma bálákból kialakított labirintust építünk. A karácsonyi vásárban összesen 25 árus vesz részt, ebből 15 kézműves termékeket árulnak, a többiek pedig hagyományos megszokott karácsonyi árukat fogják majd árusítani, de természetesen lesz étel, lesz forradból, tehát azok a kellékek, amelyek egy adventi vásárhoz szükségesek. Karácsonyfa felállítása az megtörtént. A díszítésnek, a városi díszítésnek a jelentős részét is lecseréltük, újakat szereztünk be. Ezeknek egy jelentős részét szintén helyi vállalkozások készítették el, így ha majd a Széchenyi utcától fölfelé a Garai tér, Béla Király téren valaki sétál, akkor láthatja ezeket az új kivilágított díszítményeket. De úgy néz ki, hogy sikerült nehézségek árán ugyanúgy szerezni 3D-s szobrokat is, amelyekkel szintén a gyerekeket szeretnénk egy kicsit odahozzani. Amit biztosan tudunk, hogy lesz egy nagy szarvas,
de lehet, hogy kettő, egy részszarvas, ami egy kivilágított 3D-s mekkora, ez már 1,70 magas? Nagyjából 1,70 centi magas, és ez egy hóember. Hétvégenként, szombati napokon szervezünk olyan koncerteket, ingyenesen természetesen mindenki számára, ami az eddig években még nem volt jellemző. Itt a vasárnap is szervezünk. Én a szombatira tudok neveket mondani, ha látnám is gyakorlatilag. Ugye Szamek Péter, Vágó Bernadett, aki ugye tudjuk, hogy szexuális származású, Alcsa Veronika, Misztrál, Csüldöngölő zenekar és a Buborék együttes. Hát egészen az utolsó szombati betöltjük a teret ezekkel a programokkal. De ettől tudatlan és ezzel párhuzamosan minden este lesznek programok a Vendelügyes Műhely szervezésében. Ezzel kapcsolatban majd a Margit fog tudni pár szót mondani. Nagyon örülünk annak, hogy ebben az évben is megrendezésre kerül akkor az élő szeretetet embertársaink a program sorozat a Béla Kirát élen. Polgármester úr már felvezette, hogy változások, pozitív változások vannak a szexhárdi advent program sorozatban. Ehhez mi is igazodtunk. Tiszteletbe tartottuk azt az új lehetőséget, hogy szombaton és vasárnap sztárfelépők érkezhetnek városomba. Ezért az előző évektől eltérően mi a hétköznapokra szerveztünk műsoros programos rendezvényeket. Nagy örömünkre idén is a hívó szóra több mint 30 intézmény, civil szervezet, és örülünk annak, hogy egyre több magánszemély is jelentkezik a programokban való részvételre. A hagyományoknak megfelelően 5 órakor megszólal a csengő, és Mikulás jelenlétében, aki végig ott van a rendezvények időtartama alatt. Másfél-két órás, adott esetben majdnem 3 órás rendezvények is lesznek, mert ugye most 10 napra osztódnak el a jelentkezett műsorok. 5 órakor megszólal a csengő, és akkor az élő szeretet programjai megvalósulnak a színpadon. Szerencsére nálunk is van új vonulata, a megújult valamennyire a élő szeretetet embertársainak programsorozat. Miután 6-a a nyitónap, és aranyvasárnap a kezdőnap, ez most már egy évtizede közel így van. Ezért most is 6-ával indulunk, és minden egyes nap olyankor is, amikor a sztárfellépők szerepelnek, azokon a napokon is működik egy olyan igazi élő szeretetre és az egymásra való figyelésre ösztönző programelemünk, amely a Karácsonyi Színpadi Szolgálat nevet viseli. Ennek a keretében minden nap 5 óra és 8 óra között segítők, önkéntes segítők jelenlétében egy szeretett halon szeretett üzeneteket helyezhetnek el azok az emberek, akik szeretnék meglepni saját kézírású üzenetekkel azokat, akiket ezzel ebben az ünnepben külön örömteli üzenetben részesítenek. Ez egy nagyon szeretett folyamat volt egyszer valamikor 8 évvel ezelőtt, és ezt most sikerül újból felelevenítani. Új programelem hétfőn és kedden induláskor az ipartestületnek köszönhetően Mikulás járatot tudunk üzemeltetni ebben a két napban, fiatalok segítségével, és reméljük, hogy a gyerekek ezt is önmel fogják tenni, hogy ebben a két napban Mikulás mellé fel tudnak ülni majd egy Mikulás autóra, és egy kis járatban lesz részük. A programokra azt meg a polgármester úr is Margit elmondta. Én akkor annyival egészíteném ki, hogy intézményünkben igyekeztünk összefogni a városban zajló adventi programokat is, amellett, hogy a Béla Király téri programok szervezésében is közreműködtünk, illetve azon is dolgozunk. A programfüzet, ami a Babics szokásos programfüzetét egészíti ki, a kettős programfüzet lesz, amely a városi adventi programok is szerepelnek, az pár nap múlva kijön a nyomdából, és akkor azt hát tudják tenni, hogy intézményünkben, illetve postázni is összefogunk. Természetesen az intézmény honlapján, illetve a Facebook oldalunkon megtalálható valamelyik program, illetve a Facebookon egy külön eseményt készítettünk, amit érdemes figyelni, mert ott napi aktualitások is lesznek folyamatosan. Mai nappal elindul egy gyűjtés az áruházba, ahol mindenki leadhatja az év meglévő játékát, mesekönyvét,
és ezt összegyűjtjük. Ez a Tesco is fog csatlakozni játékokkal, illetve fenyőfával, illetve több családnak szeretnénk karácsonykor tartós jelviszert biztosítani. Ezt a polgármester úr és itt a szervezőknek a segítségét kérjük abban, hogy ki legyen az, akit majd tudunk jutalmazni. Ezt legalább 20-30 családra gondoltunk minimum. Illetve hát meglátjuk, mennyi lesz a gyűjtésről, mert most, ahogy már látszik, hogy az érdeklődés nagy, biztos, hogy itt ebből fogjuk mi iskoláknak, kis nagycsalárosoknak mindenkinek, a nagyon-nagyon sok játék van így már tervezve, hogy be fog érkezni. Úgyhogy a 19. szombati műsorhoz szeretnénk majd csatlakozni, és akkor nyilvánosan is szeretnénk átadni jó pár csomagot, amit önök vagy ti javasoltok, illetve a polgármester úr.